Tehát, hogy se nekem, se a Szikra mozgalomnak nincsen semmilyen külföldi antifasiszta kapcsolata, és nincs közünk ez a támadáshoz. Mit gondol, mi állhat akkor ezeknek az információknak a hátterében? Hát arról... információ ugye nincsen, amely szerint nekem, vagy a Szikra mozgalomnak szervezetek közel lenne ez a támadáshoz. Hát, ilyen, a rendőrség nem nyomoz ilyen ügyben, ennyi. A támadásokról valamilyen véleménye van? Vagy... Abszolút, szerintem ezek iszonyatosan para támadások, mind egyébként az, amit az antifák csináltak, a német antifák, mind az egyébként, amit a betyárság, és nem kéne, hogy ilyen előforduljon Magyarországon. A kitörés túráról van-e valamilyen álláspontja? Az, amit le is írtam, tehát hogy szerintem azért, hogyha megnézzük történelmileg, itt arról van szó, hogy a náci csapatok lényegében golyófogóként használták a magyar katonákat, és én erre nem tudok dicsőségként emlékezni. A Szent Kron Rádió viszont azt írja, hogy ön ismeri a nyomozati anyagot, amit nyilván csak az egyik Antifa ügyvédjétől tudhatott meg, legalábbis ők ezt írják, akkor ez hogyan lehetséges? Mert ebben látják az ellentmondást ezek a lapok. Ebben, vagy én nem tudom, hogy ebben milyen ellentmondás merülne fel, én azt tudom mondani továbbra is, hogy se én, se a Szikra mozgalom nem állunk semmilyen erőszakos Antifa csoporttal kapcsolatban, illetve azt tudom elmondani, hogy nincs közünk ez a támadáshoz.